Sziasztok és üdv újra a csatornán, a mai videó nem lesz más, mint egy smink videó és első benyomások az Essence The Future Is Me palettáról. Ez lesz az első paletta a négy közül, amiről most majd videót láthattok. Ez négy különálló videó lesz, és mind a négynél lesz swatch. Elmondom, hogy hogy éreztem, hogy szuper áll ez a paletta, és természetesen csinálok vele is sminket. Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok a swatchokra, és hogy mit gondolok a palettáról, és hogy hogyan készítem le ezt a sminket, amit ma rajtam láthattok, akkor ne kapcsoljatok sehova. Szóval, ezt választottam legelső palettának, mivel ez az egyik, ami leginkább inspirál és érzem, hogy ezt használni akarom. Először is maga a csomagolása gyönyörű, szép, egy ilyen univerzumos, galaxisos mintájú csomagolása van. Amúgy ez egy hát műanyag és karton, mágnessel záródik, és található benne egy kis tükör is. Én ezeket a tükröket nem használom, viszont ez pont elég arra, hogy tényleg csak itt a szemedet lásd, hogy mit csinálsz. Teljesen úgy néz ki, mint a MAC Girls palettái, természetesen ez koppintás. Habár szerintem az Essence sokkal jobb munkát végzett, mint a MAC amúgy, mint színválasztásban, mint kompozícióban. Minden palettáról elmondható, hogy ilyen kis kör alakú penekből áll, valamelyik nagyobb, valamelyik kisebb méretben. Én úgy gondolom, hogy ez úgy lett kitalálva, hogy a főbb színek nagyobbak, a úgymond mellékszínek kisebbek, és egy ilyen highlighternek használható nagyobb szín is helyet kapott a palettában. Az, ahogy nem tudom ezt hátra feszíteni, és folyamatosan itt fog villogni nekem a tükör. Ezek közül én ma ezt a kettőt, ezt meg ennek a kettőnek a kombinációját használtam, és ez látható ma a szememen is, amelyről a tutoriát nem sokára láthatjátok itt a swatchok után. Úgyhogy, amit el lehet mondani erről a palettáról, háromfajta finish található meg benne. Matt, ami ez a kettő, ilyen nagyon csillámos, nem is metal, hanem inkább ilyen csillámos szín, ami 1, 2, 3, 4, 5 szint érint, plusz ezt a felső highlighter szint, bár ez egy kicsit olyan csillámos, de nem annyira, mint ez a többi, és van itt egy szatén árnyalat is. Ezeket a csillámos színeket én szemhé alapra tettem föl most kivételesen, mivel ha bár annyira szépen néznek ki itt magában a palettában, amikor felviszem őket, ha leütögetem az ecsetet, akkor a csillám az le fog esni. Szóval, hogyha nem szereted, hogy valami ennyire csillámos, akkor kicsit leütögeted az ecsetet, és már nem lesz annyira. Ha pedig azt szeretnéd, hogy az legyen, akkor vagy használj szemhéj alapot, vagy valami ragacsos alapot, ami rajta maradnak, és esetleg még az ujjaidat is segítségül tudod hívni. Például ez az a szín, amit itt a cica szemem végénél használtam. Ez egy sötét szürke, amiben ezüst, kék és piros csillámok vannak, de mint láthatjátok így a szememen, annyira nem jön át, mert hogy leütögettem az ecsetet, és itt a penben sokkal szebben néz ki, felvéve már nem lesz ennyire csillámos, ami valakinek vagy tetszik, valaki meg pont, hogy emiatt fog csalódni benne. De nézzük is a swatchokat. Szóval az első az egy matt sötét kék, ami sokkal sötétebbnek néz ki a penben, mint így felvéve. Következő egy matt szürkés kék, és a fehér színem. Hát őszintén szólva a fehér jobban szuperál, mint ez a két sötét kék, habár, mint láthatjátok, építhető. Tehát nem első swatcholásra lesz szép, hanem építhető. Ami nem feltétlen rossz dolog, hiszen mindig arra kell gondolni, hogy ez Essence, tehát ez egy olcsó, drogériás márka, és ha már legalább építhető a színnek, én már azzal boldog vagyok. A következő egy csillámos szín. Ez egy ilyen sötét szürkés alapban, ilyen lilás, koszos csillámok, szintén építhető. A következő ez a gyönyörű, szép türkisz kékes zöld, ugye ez látható a szemem közepén, és ez a világos pasztell lila ezüst csillámokkal, ez látható itt a szemem belső felén. Ez a két szín
gyönyörű, szép, habár szembetűnően ez az egyik legjobban szuperáló szín az összes közül. Mivel ennek ilyen pasztelles alapja van ezüst csillámokkal, nem is gondolnám, hogy olyan nagyon erőteljes színe van, és egy picit porzik is, erre bizonyosan szemhéj alapot kell használni. Ez viszont borzasztóan szuperál, tehát hogy a csillámok se nagyon látszódnak, habár amúgy egy nagyon érdekes szín lenne, tehát egy szürkés, lilás, móvos alapban lila és világos kék csillámok. Annyira jól hangzik, de sajnos nem úgy működik, ahogy én azt szeretném. Az utolsó három pedig a sokszínű csillámos sötét szürke alap. Ez látható a szemem külső felén. Ez egy remek sötét szín, de annyira a csillámok sajnos nem jönnek át. Majd egy ilyen szürkés ezüst szín, ami szintén nagyon szépen szuperán látjátok, hogy csillog. Az utolsó pedig ez a metálos fehér szín, ami szerintem mint highlighter szuperál. Ez egy kicsit erősebb, mint az első fehér szín, és van egy kis, nagyon halvány, rózsaszínes beütése éppen hogy, de ott van. Ez a kettő látható itt a szemem belső felén. Úgyhogy ez a paletta így néz ki, így megszvacsolva, őszintén szólva. Tehát jobban néz ki a palettában, de mint láthatjátok, azért ez a smink, ami ma rajtam van, azért ez elég vagányul néz ki, és elég jó színe is lett. Igazából nem vészes, bár tény, hogyha az ember így megszvacsolja, akkor azt fogja rá mondani, hogy nem is tudom, de felvéve, hogyha tényleg szemhéj alapot használsz rá, akkor nagyon jól fog kinézni. Tény, hogy ez borzasztó. Ez a kettő olyan, amilyen. Ez az ezüst nem rossz, habár én ugye nem nagyon szoktam ezüstöt használni, de ez egy tényleg nem egy rossz ezüst. Ez pedig tipikusan az a csalódás, ami a palettában olyan hű, de különleges, úristen, nekem ilyen tényleg nincs ilyen színem. Felviszem, és egy sima szürke, mert az összes csillám úgy valahol leesett útközben az ecsetemről a padlóra. Így néz ki ez a paletta megszorcsolva, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy ebből hogy csináltam meg ezt, akkor nézzetek tovább. Szóval akkor kezdjünk is bele, ugye ma az Essence The Future Is Me palettáját fogom használni, és úgy gondoltam, hogy valami tényleg témához illő, galaxis, inspirálta dolgot akarok csinálni, de valami kis csavarral benne. Úgyhogy először a NYX Jumbo szemcsökzetet fogom használni milk árnyalatban. Fogok ide rajzolni egy... Igazából fogalmam sincs, hogy mit csinálok, csak csinálom. Szóval ezt fogom használni szemhéj alapnak, és igazából még nem tudom, hogy a színek mennyire pigmentáltak, de úgy gondoltam, hogy a csillámokat jobban meg fogja fogni meg a színeket, hogyha használok egy kis szemhéj alapot. Én is ilyen vastag, cicaszem formában fogom felvinni a mozgó szemhéjamra, és csak is kizárólag a mozgó szemhéjamra. Majd ezt egy lapos ecsettel szépen egyenletesre satírozom. Nem akarom túlságosan elsatírozni, mert azt akarom, hogy ragacsos legyen, tehát egy ragacsos alapja legyen majd a szemhéjpúderemnek. És ha elértük a kívánt formát, akkor jöhet rá a szemhéjpúder. Először ezt a lila szín fogom használni, és a szemhéjam első harmadára fogom tölteni. Rá tapogatom igazából, nem használok satírozó mozdulatokat, és szépen a csillámok is rajta maradtam. Ja, minden szebb felvéve. Majd a szemem középső harmadára ezt a zöld szint fogom felrúgni. Ez már sokkal pigmentáltabb, mint a lila. A lila amúgy is egy ilyen pasztel lilának néz ki. Úgyhogy nem is gondoltam, hogy
túlságosan pigmentált lesz. Az utolsó harmadba és a cicafarok részhez pedig ezt a, ez egy sötétszürke alappal rendelkező szemhéjpúder, és ezüst, sötétkék és vörös csillámok vannak benne. És ez lesz így a legsötétebb színünk, ez a cicafarok része. Mikor mondjuk leütögetem a festéket egy kicsit az ecsetemről, akkor hullik le csillám, tehát hogyha nem akarod, hogy túl csillagos legyen, hanem inkább ma, akkor érdemes jobban leütögetni. Majd ha ezt a három szint így felvittük, akkor össze kell, hogy satírozzunk, mert ugye, mint láthatjátok, nagyon erőseknek így a vonalak, úgyhogy folyamatosan csak visszamegyek egyikbe másikba, és a széleket szépen megpróbálom összesatírozni. Itt azért van egy kicsit nehezebb dolgunk, mert ugye mondjuk nem sárgából vörösbe megyünk át, ami egy egyszerű színkombináció, úgymond, amikor satírozni kell világosból sötétbe. Itt van egy lila, egy zöldeskék és egy sötét szürke, amik nem feltétlenül jönnek egymás után a színskálán. Itt egy kicsit nehezebb dolgunk van, de kicsit pepecselős, de szépen össze lehet dolgozni. Belső szemzugba pedig ezt a fehér metálos színt fogom föltenni. Igazából kettő hasonló szín is van benne, de ez inkább tűnik egy kicsit kékes fehérnek, ez pedig rendes fehérnek. Valami tényleg valami nagyon ufósat akarok csinálni. Kicsit felviszem ide a alsó szemfényes soronzat is. És ugyanezt megismételjük a másik szemünkön is. Talán így állunk eddig, és következő lépésnek pedig az Essence hosszantartó szájceruzáját fogom használni Plum Cake árnyalatban. Mivel szemed és a szád is egy érzékeny bőrfelület, ezért én úgy gondolom, hogy biztonságos használni szájceruzát a szemedre és szemceruzát a szádra. Én legalábbis mindig így szoktam Essence és Sleek termékekkel, tehát állandó jelleggel, ugyanúgy, ahogy NYX termékekkel is, és eddig nekem semmi problémám nem volt vele. Úgyhogy ezt most ide az alsó vízvonalamra fogom feltenni. Majd ezek után a L'Oréal-es Paradise-t fogom használni a szempilláimra. Ettől a csillámos szemhéjpúderektől egy kis csillám a szemem alatt is, de egy sima púderecsettel ezt el lehet tüntetni. Ugye én először mindig a szememet szoktam megcsinálni pont az ének elkerülésére, viszont most a videó kedvéért már az arcom készen volt, hogy csak a szemsúlyom maradjon hátra, és a highlighter, hiszen ha láttátok a ha videót, akkor tudjátok, hogy megvettem a két highlighter palettát is, ami ezzel a kollekcióban jön, ez a Go for Glow highlighter palett, és az a fehérebb, világosabb szín, és azt nem tudom, hogy melyik kettőt használjam. Nagyon szeretném ezt a zöldet. Legyen a zöld, ez úgyis egy ilyen ufós, galaxisos, űrasszonyos valami. Úgyhogy ezt a zöld highlightet fogom használni, egy highlighter ecsettel. Aha. Látszik, hogy fényes. És amikor
pont oda kap a nap, pont úgy, akkor látszik, hogy zöld, de annyira nem vészesen zöld, tehát nem ilyen nagyon ijesztően zöld, mert tény, hogy most a barna bőrömön kicsit jobban meg fog látszani. Viszont azt nem tudom, hogy mit használjak a számra, hiszen ugye szájterméket nem vettem, legyen mondjuk egy kombó. A Rimmel Stay-Matte folyékony rúzsát fogom használni Be My Baby árnyalatban. És az Essence Shine 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 átlátszó szájfényét. És ennyi volt már ez a mai videó, remélem tetszett ez a smink, amit ezzel a palettával már elkészítettem nektek, kicsit más, mint amit csinálni szoktam, viszont szerintem remekül illik a paletta témájához, mint színvilágban, mint formavilágban is. Hogyha szeretnétek még több érdekes sminket látni és inspirációt nyerni, akkor csekkoljátok az Instagramomat, lent lesz a link az infoboxban. Ha pedig tetszett ez a videó, akkor pedig iratkozz fel a csatornára, hogy le ne maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!